csomagom érkezett. Ha minden igaz, akkor ebben egy kulacs van, méghozzá egy elég spéci kulacs. Történt ugyanis, hogy amikor Gyuszi még fix munkahelyen rendelkezett, és olyan stabilnak tűnt az, hogy ő időről időre pénzt hoz haza a házhoz, és olyan boldognak tűnt az élet, akkor megtoltam két Kickstarter kampány szekerét is, és abból az egyik kampány mostanára ígérte a kiszállítást, persze több csúszás után, de hát a Kickstarter-eseknél ez mindig így szokott lenni. Ez egy olyan spéci kulacs elvileg, amiben van egy ilyen kis nanoszálas szűrőcske, és a nanoszálas szűrőcske megtisztítja... Majd az van kis doboz. És a nanoszálas szűrőcske... Oho! Kaptam hozzá a matricát. Király. A nanoszálas szűrőcske megtisztítja neked a vizet, úgyhogy beletehetsz koszos vizet, beletehetsz gyakorlatilag bármit, ugyanúgy iható víz jön ki, mire azt te onnan kiszeded. Miért? Gondoltam úgy, hogy nekem egy ilyen kell. Egyrészt sokat túrázott nyáron, egy jó kulacs mindig jól jön, és ez egy elég király kulacsnak nézett ki a videókon, filter ide vagy oda. Másrészt volt egy ilyen nagyon érdekes és vicces emlékem. Egyszer egy barátnőmmel úgy döntöttünk, hogy eltöltünk egy hétvégét a Pilisben, és az első nap elsétálunk Pilis Szent Lélekre, ahol letáborozunk, lesátrazunk, és onnan fogunk kirándulgatni a hétvégén keresztül. Na de, egymástól függetlenül mind a ketten úgy gondoltuk, hogy mivel úgyis tutira oda jutunk, ezért egyikünk se visz vizet, mind a ketten csak egy adag ilyen összenyomott PET palackot vitt a táskájában, hogy majd a helyszínen megtöltjük vízzel. Én vittem magammal térképet, mert nekem az ilyen alapvető dolog volt, hogy térkép nélkül erdőben nem megyünk bele, még ha a magyar erdők akkorák is, hogy meghalni nem lehet bennük, mert annyira eltévedni nem tudsz. De a lány valahogy lelkiismereti kérdést csinálta abból, vagy egóbeli kérdést csinálta abból, hogy ne nézzünk térképet, mert ő emlékszik, hogy hogy kell odajutni. Hát nem jutottunk oda, úgyhogy leszállt az éj, eljött a vástok meg minden, és akkor konkrétan már két napja vándoroltunk, amikor még egy kortyot nem ittunk, és egyikünknél se volt víz. És elmentünk ilyen kis patakocska mellett, meg ilyesmik mellett, amiben úgy jól le lehetett fürödni, meg egy kicsit a forrósággal a lábunkat megáztatni, de nem tudtuk ugye meginni azt a vizet, mert ki tudja, lehet, hogy 200 méterrel följebb eredöglött a jóka. Meg egyébként is halaskoszos volt. Egyébként nem egész tisztán nézett ki. Erre az emlékre visszagondolva, nem mintha egyébként azóta egyszer is eljátszottam volna ezt az én víz nélkül bemegyek erdőbe trükköt, tök mindegy, mit mondott a másik fél. Szóval azóta én így még nem voltam erdőben víz nélkül, mindig viszek magammal. Mostantól akár azt is megtehetném, hogy nem viszek. Új műanyag. Van egy leírásunk, User Guide. User Guide egy kulacshoz, látszik, hogy amerikai. Szóval ne tegyük ki hirtelen ütődéseknek. Innentől kezdve bármit megihatok, megszűri. Kivéve a alkoholos italokat, bébi ételeket és egyéb olyan dolgokat, amiket egyébként se akarnál kulacsba tölteni. Természetesen le is kell tesztelni a kütyüt, tehát nem hiszük el bemondásra, hogy ez itt nekem az égvilágon mindent megszűr. Szóval Istennek egy olyan részén élek a Földnek, ahol a tiszta jóvíz nem jelent problémát. In fact, el kellett gondolkodnom azon, hogy honnan szerzek nem tiszta ivóvizet, anélkül, hogy a saját magamét hasznosítanám újra. De rájöttem, hogy az én gyönyörű kis városomban, ahol élek, Török Bálinton, ott van egy patak. Nekünk van egy patakunk, ami egyébként nagyon barátságosan a Patak utcában folyik. És ebből fogok én ihletet meríteni a teszthez. Azt hiszem, azzal semmiképp sem vádolhatjuk az itteni vizet, hogy túl tiszta lenne. Ez kiváló lehetőség nekünk a tesztelésre. Ritkán örülök ennyire koszos víznek. Mivel édesanyám sokáig a környezetvédelmi felügyelősségen dolgozott, így tanultam meg azt, hogy semmit ne igyak meg, aminek hipoklorid van a nevében. Lifehack. Ne higgyál hipokloridot!
ezért pontosan tudom, hogy itt efféle víztisztasági teszteket hogy lehet elvégezni. Hova is tettem a laboratóriumomat? Ja persze, nincs. Maradunk az érzékszervi tesztelésnél. No, hogy legyen kontrollmintám, ezért egyrészt nyersen kell megígyak a patakvízből, ami nem egy olyan dolog, amit egyébként szívesen csinál az ember. Tehát ezt úgy, kifejezetten meglátjuk, hogy megdöglöm-e vagy nem. Kategóriába sorolnám a kísérletet. Ja, hát akkor Isten. Figyelmeztetés, okos gyerekek, ezt otthon ne próbáljátok ki. Buta gyerekek, kapcsoljátok ki a videót most. In the name of science. Igen, határozottan patak ízű. Tudom, mert van egy exem, akinek a vezeték neve Pataki, és este ugyanezt a szájízt hagyta utána, úgyhogy... Amúgy édesanyám most már a borminősítőben dolgozik, és ezt ott is érzékszervi tesztelésnek hívják. Azt hiszem, most sokatoknak életcélt adtam. Ez itt azt írja, hogy mossam ki, ha kulacsot miatt használnám. A mindent szűrő szuperkulacsot nem mossam ki használat előtt, különben mit ér az egész? Ah, nice and easy. Na lássuk akkor, hogy szűri meg a jéghideg patakvizet az Uber High-Tech Kickstarteres kulacs. Kicsit félek még így is. In fact, elmúlt a patakíz. A többit a papírnak vagyok kénytelen elhinni, mert a baktériumokat nem tudom megszámolni a nyelvemmel. Ja. Ami feltűnt, hogy baromi nehéz inni belőle. Tehát ez tényleg átszűri valamin a cuccot, mert... Hát azért, gyerekek, így a harmadik korty után azért a szervezetem jelezte, hogy ez azért nem az igazi, de reméljük, hogy csak az ismeretlennek szól a riasztás, és nem pedig valódi veszélynek. Hey! Az érzékszervi tesztem és a számbeli, de a gyomorbeli érzékszerem nem akarja. Hát jó van, ezt most megittuk, meglátjuk, hogy megdöglöm-e vagy nem. Remélem a cifra vagy nem. Azt hiszem, nem, igazából nem is az a lényeg, hogy nekem most lett egy kulacsom, hanem hogy kickstartereztem egyet, és actually megérkezett a cucc. Srácok, egy gyors frissítés a projekttel. Körülbelül másfél órája jöttem a vízből, és a hajam elkezdett visszanőni a fejembe. Nem tudom, hogy ez mennyire kéne, hogy történjen, de... Egyelőre nem vagyok biztos ennek a dolognak a legitimitásában. Honnan jutnak ilyenek eszedbe, ember?